Az egészségvédelem területén elkötelezetten munkálkodó Béres gyógyszergyár megbecsülését fejezi ki a pedagógusoknak, akik a jelenlegi járványhelyzetben is odaadással, jelentős erőfeszítéssel végzik áldozatos munkájukat. Ennek elismeréseként a tankerületi központokhoz tartozó általános iskolákban és gimnáziumokban tanító pedagógusok számára összesen 81.720 üveg béres cseppet juttat el. A mai nap, amikor a Béres gyógyszergyár telephelyén vagyunk, akkor a Klebersberg központhoz tartozó valamennyi általános iskola és gimnázium valamennyi pedagógusa részére béres csepp terméket adunk, azért, mert tiszteletünket, megbecsülésünket kívánjuk kifejezni a pedagógus társadalom iránt, és tesszük ezt azzal a szándékkal is, mert meggyőződésünk, hogy segíteni is tudjuk azt a munkát, azt az elhivatottságot, amelyet jelen nehéz körülmények között végezniük szükséges. Mindannyian tapasztaljuk, a saját bőrünkön is érezzük, hogy nehéz helyzetben vagyunk, nehéz helyzetben van az ország, nehéz helyzetben van a világ, és nehéz helyzetben vannak azok az emberek, akiknek egyszerűen a munkájukból adódóan dolgozniuk, elhivatottan, kérdés nélkül helyt kell állniuk. Közéjük tartoznak a pedagógusok, akiknek nem kérdés, hogy járvány van, nem járvány van. Az elkövetkezendő jövőt, a fiataljainkat, gyermekeinket nevelniük, oktatniuk kell. Teszik ezt elszánással, teszik ezt szakmai elhivatottsággal. Talán sokan tudják rólam, hogy annak idején édesanyám pedagógusnak készített engem. Mindig azt hallottam gyerekkoromban, hogy a pedagógus szakmánál és hivatásnál nincsen szebb a világon. Nincsen szebb, mert mi lehet szebb és mi lehet nemesebb, mint a jövő generációját nevelni. Pedagógus nem lettem, de bennem maradt, és azt hiszem az egész családunkban ugyanígy van, egy mély tisztelet azok iránt, az emberek iránt, akik valóban a jövőt nevelik. Ezek között kiemelt helyen van. Béres József, a Béres gyógyszergyár elnöke beszédében kiemelte, vállalatunk dolgozói nevében fejezem ki elismerésemet és megbecsülésemet a pedagógusok iránt, akik a jelenlegi járványhelyzetben is odaadóan és fáradhatatlanul végzik a gyermekek, a fiataljaink tanítását. Néhány héttel ezelőtt a Nemzeti Konzervatív Akadémia, tehát ebben az évben, felkért engem arra, hogy egy kicsit beszéljek a saját személyes konzervativizmusomról. Aztán ezt a beszélgetést, amit filmre rögzítettek, írásban is megfogalmaztuk, és ebben azt írom, hogy személyes Béres József, ifjabb dr. Béres József személyes konzervatizmusa, és annak meghatározó elemei az Isten, a haza és a család triumvirátusa. Apai örökségem pedig, és nyilván ezt idősebb Béres Józseftől veszem, a tudás, a szorgalom és a kitartás. Ennek a hármasnak a becsülete immár általunk a következő generáció által. Magamat is ezen értékeknek a szolgálatába állítottam, és ha tömören meg kellene fogalmaznom saját krédomat, saját hitvallásomat, azt tudnám mondani, hogy tudatosság, értékközpontúság, az élet és a másik ember tisztelete, becsülete. A sajtótájékoztató végén Béres József, a Béres gyógyszergyár elnöke átadta a Klebersberg központnak a 81.720 béres cseppet, amelyről Hajnal Gabriellával, a Klebersberg központ elnökasszonyával aláírták az átvételi szerződést. A Béres gyógyszergyár már 2020 tavaszán az egészségügyi intézményeknek, a járványügyi védekezés frontvonalában dolgozóknak, valamint az idős és szociális otthonok lakóinak juttatott el nagy mennyiségű béres cseppadományt.